Nem csak egy erős helyi összefogásról volt szó, ami mindenképpen dicséretet érdemel, itt a polgármesternek és az önkormányzatnak, illetve a helyieknek az összefogása, amelyikkel nekiálltak a károk helyreállítása során, illetve az iskola tetőszerkezetének felújítása során, hanem úgymond, mint különleges példa Ukrajnában is az összefogásnak, ugyanis mind a járási hatalom, mind a megyei besegített a károk helyreállítására itt az iskola tetőszerkezetének felújítását illetően. De ez egy nemzetközi összefogás is volt, hiszen amint jelentettük és jeleztük Magyarország felé, hogy itt van egy ilyen kár és van egy ilyen probléma, órákon belül jelezték, hogy segíteni akarnak és segíteni fognak. Ez a segítség meg is történt, és ennek a közös összefogásnak meglett egy nagyon szép eredmény, amit most itt láthatunk, és ami miatt az iskola teljesen felújult, tetőszerkezete teljesen felújult, az oktatás beindult, és mindenki, hogy mondjam, közös örömét éli meg benne, érezve azt, hogy ennek az összefogásnak mekkora ereje van, és milyen szép eredményei vannak erre az összefogásra, ami most ebben az esetben megtörtént. Szükség van az életnek a más területein is, a jogainkért való küzdelemben, a magyarságunkért való kiállásunkban, és adott esetben itt Szürtében, például a szürtei kistérség megalakulását illetően, hiszen már két komoly küzdelmet megvívtunk itt a megyében azért, hogy ilyen kistérség létrejöjjön, 6 önkormányzatból, most pedig egy tágasabb fronton kell megvívnunk, hiszen Kijev nem fogadta el a szürtei kistérséget olyannak, mint amilyen életképes és működőképes, elutasította, ezért vállaljuk fel a következő küzdelmet. De ez a siker, amit itt elértek ezen a fronton és ebben az ügyben, úgymond erőt ad hozzá és lelkesedést is, meg hitet is abban, hogy más nagyobb frontokon, tágasabb frontokon és más ügyekben is ilyen küzdelmet fel kell vállalnunk, mert csak az összefogással, csak a kitartással és az erős hittel tudunk eredményeket elérni.